Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grész vagyok, fő témáink néhány mondatban. Szavazatszámlálókat várnak, 280 ezer forintot is keresett egy-egy munkavállaló egy hónap alatt. Ott segítenek, ahol csak tudnak, egyre többen csatlakoznak a Karöltve Szekszárdért csoporthoz. Tábor a kulturális központ szervezésében, 5 napon át várják a kalandos programok a gyerekeket. Határvadászokat toboroznak augusztustól, a közeljövőben megemelkedett az illegális migránsok száma. Szavazatszámláló biztosokat vár a szekszárdi polgármesteri hivatal az idén őszre tervezett népszámláláshoz. Egy-egy munkavállaló 240-280 ezer forintot kereshet majd az egy hónapos munkával. Már elérhető a szekszárd.hu internetes oldalon a népszámlálással kapcsolatos fül. Itt lehet jelentkezni szavazatszámlálónak. A mikrocenzusra október 1-e és november 28-a között kerül sor az országban. A leendő kérdezőbiztosok pedig július 29-ig jelentkezhetnek. A kérdőíveket online is ki lehet tölteni, így várhatóan csak azokhoz kell majd személyesen elmenni, akik ezt nem teszik meg. A szerződéskötés pedig azután fog megtörténni, miután a kiválasztottak el is végezték az ehhez szükséges felkészítést. A jelentkezésnél egyébként előnyt jelent, hogyha valakinek minimum középfokú végzettsége van, megfelelő helyismerettel rendelkezik, esetleg térkép alapján is jól tud tájékozódni, és nyilván egyfajta számítógépes ismeret is szükséges. Számítások szerint egy-egy számláló biztos bruttó 240-280 ezer forintot keresett a nem egészen egy hónapos munkával. Nagyjából 140 cím az, amire számítani lehet ebben az időszakban kérdező biztosonként. A szükséges tabletet azt a központi statisztikai hivatal biztosítani fogja. A biztosoknak október 17-e és november 20-a között kell majd az adatokat begyűjteniük, ezt követően egy héten át pótösszeírásokra kerül sor. Az orosz-ukrán háborúnak nem lesz gyorsan vége, hiszen minden háború tárgyalással ér véget, és ezeknek egyelőre nyomát sem látjuk, mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter az orosz-ukrán konfliktusról kifejtette, nem látszik annak a reménye, hogy tartalmi kérdésekkel foglalkozó béketárgyalások kezdődnének. Ez a miniszter szerint baj, egyrészt azért, mert értelmetlenül naponta halnak meg emberek, másrészt azért, mert mindez a szomszédunkban zajlik. Kitért arra, hogy Európában most mindenki ráeszmélt arra, hogy a háború következtében tartós inflációs környezet jön létre, és hogy a szankciós intézkedések nyomán rendkívüli nehézségekkel néz szembe az európai gazdaság. Egyszerűen azért, mert az energiahordozók adják minden gazdasági tevékenység alapját. Ma már nem az a kérdés, hogy egy adott energiahordozó mennyibe kerül, hanem az, hogy van-e belőle, jegyezte meg. Technológiai fejlesztésekkel, folyamatos képzésekkel, a munkaerő jobb anyagi és erkölcsi megbecsülésével, valamint jobb szervezéssel növelni kell az építőiparban dolgozók hatékonyságát, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége kedden. Az építési vállalkozók a piaci helyzetüket leginkább akadályozó tényezőnek továbbra is a szakmunkás és mérnök hiányt tartják. Közölték, sok olyan ember talált munkát az építőiparban, aki a koronavírus járvány miatt vesztette el a munkáját valamely más ágazatban. Így jelentősen megnőtt a be sem tanított segédmunkások aránya. Emiatt a mérnököknek és mestereknek lényegesen több időt kell irányítással, ellenőrzéssel eltölteniük. A recessziós években külföldön munkát vállaló szakembereket nagyon nehéz visszahívni Magyarországra. Mivel az Európai Unióban munkaerő hiány van az építőiparban, a magyar vállalkozóknak tartós versenyre kell felkészülniük más országok vállalataival is, áll a közleményben. Nem csökken a segíteni akarás a Karöltve Szekszárdért civil csoport tagjai között. 2020 év tavaszán fogtak össze páran, hogy támogassák azokat, akiknek akkoriban szüksége volt rá. Gyűjtöttek élelmiszereket, ruhákat, tisztítószereket. A lelkesedés azóta sem kopott el, sőt egyre többen csatlakoznak a csapathoz, hogy támogatásukkal szebbé és könnyebbé tegyék hátrányos helyzetben élő embertársaik életét. Harmadik éve, hogy aktívan jelen van a Tolnai megyeszékhely életében a Karöltve Szekszárdért civil csoport.
A Covid berobbanása hívta anno életre a közösséget, és azóta is töretlen segíteni akarással élik a mindennapjaikat, és nyújtanak támogató kezet bárkinek, akinek erre van szüksége. Legyen az bármi, amivel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szebbé, komfortosabbá és könnyebbé tegyék a hátrányos helyzetben élők életét. Most körülbelül 10 családnál tartunk, akinél nagyon komoly segítséget tudtunk nyújtani, mind élelmiszer tekintetében, de volt legalább 4 olyan család is, akinek szinte az egész lakását bebútoroztuk adománybútorokkal. Tudtunk vinni mosógépeket, mikrohullámú sütőt, hűtőt. Szakács Szandra azt is hozzátette, mindig csak olyan dolgokat adományozzunk, amiknek mi magunk is örülnénk, mert olyan állapotban van, amit tudunk használni. A legközelebbi nagyszabású gyűjtés az iskola kezdéssel kapcsolatban lesz. Tudjuk nagyon jól, hogy minden éven veszünk ceruzákat a gyerekeknek, és nem biztos, hogy mindent felhasználnak, úgyhogy bőven van miből továbbadni másoknak, úgyhogy az iskola kezdés az mindig egy ilyen időpont, amikor vagy mi szervezünk, még nem tudjuk, még nem döntöttük el egy nagyobb gyűjtést, vagy pedig buzdítjuk és segítjük a tagokat arra, hogy eljuttassuk ezeket az adományokat a megfelelő családoknak. A nyár folyamán pedig, aki segíteni szeretne a strandbelépővel, vagy esetleg egy tábor költségének kifizetésével is örömet tud okozni egy-egy hátrányos helyzetben élő család gyermekének. A Karöltve Szekszárdért Facebook oldalán minden lehetséges információt megtalálhatnak, mind az adományozni kívánok, mind pedig a támogatásra szorulók. Egy hetes napközis tábort szerveztek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai általános iskolás gyerekeknek. A fiatalok minden nap érdekes programokon vehettek részt. Augusztusban még indul egy hasonló turnus, oda még lehet jelentkezni. Ide fordultok, ezen végig kell menni. Végig próbálhattok most is, jó? Mindenki szépen végig lehet rajta. Katonák által épített akadálypályát próbálhattak ki a gyerekek a tábor első napján. Háromfős csapatokban kellett dolgozniuk, a kicsik nagyon élvezték a programot. Én mondjuk budapestiak vagyunk mi ketten, és akkor sosem voltunk még itt Szekszárdon ilyen táborba, ami így felfedi a titkokat, meg az ilyen történelmi dolgokat, szóval ide jöttünk, hogy kicsikét tudjunk valamit is erről a helyről. A gyerekek péntekig vesznek részt a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ napközis táborában. Ez idő alatt minden nap érdekesebbnél érdekesebb programokkal készülnek nekik a szervezők. Én a kirándulást várom nagyon, mert szeretek megtanulni dolgokat. A barangoló nevet viselő elsősorban általános iskolás alsótagozatos gyerekeknek szóló tábor mellett idén még egyet indít a Babits Mihály Kulturális Központ, a tervek szerint augusztusban. Augusztusban lesz 8-ától 12-ig egy varázsasztal elnevezésű tábor. Itt egy picit inkább a kézügyességre és a kreatív alkotásra fogékony gyermekek szoktak jelentkezni, de természetesen nagy szeretettel várunk mindenkit, 7 és 12 év közötti gyermekekre számítunk. Az augusztusi táborral kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Babits Mihály Kulturális Központ honlapján. 14 megye mintegy 50 ezer hektárján lesz szúnyoggyérítés a héten, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. Szekszárdon július 13-án szerdán a napnyugta utáni órákban írtják a vérszívókat, így a méheket és más nappal aktív beporzó rovarokat nem érinti. A kifejlett szúnyogok ellen földi eljárással védekeznek. A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában az ablakokat, ajtókat érdemes zárva tartani, és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. Szigorú szabályok többek között mennyiségi korlátozás is vonatkozik a gombaszedésre. Ha valaki nem teljesen biztos a begyújtott fajtában, mindenképp kérje ki szakértő véleményét. A toxikózis gyomorrontással vagy szélsőséges esetben halállal is végződhet. A tünetek 15 perc vagy akár egy nap múlva is felbukkanhatnak. Minél később jelentkezik a mellékhatás, annál súlyosabb a mérgezés. Naponta személyenként 2 kg gomba szedhető, ha állami tulajdonú erdőben és saját felhasználásra gyűjti valaki. További értékesítési célból nagyobb mennyiség esetén, valamint védett területről származó gombászásnál viszont már engedélyt kell kérni az erdő tulajdonosától.
Az erdészek feladata a terület és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellenőrzése. A túrák során rendszerint találkoznak gombaszedőkkel, ilyenkor szokott megtörténni a szemrevételezés. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mérleggel szaladgál minden kerületvezető erdész kolléga, de azért azt azért szemrevételezése is látszik, hogyha való fölmerül a gyanúja, hogy valaki nagyon sok gombát gyűjtött, akkor kötelessége, jogszabályi kötelessége a kerületvezető erdész kollégáknak fellépni, nekik rendészeti feladat ellátás is beletartozik a szerepkörükbe, hivatásszerűen őrzik, védik és gondozzák a magyar erdőket. Ha valaki nem biztos a begyűjtött gombák fajtájában, a nagyobb piacokon rendszerint rendelkezésre állnak gombaszakértők, akik teljes biztonsággal beazonosítják azokat. Csak a 100%-ban fogyasztható termékek kerülnek jóváhagyásra, a legapróbb gyanú felmerülése esetén is elkülönítésre kerül a bevizsgált áru. De mindenkinek kiemelten fölhívnám a figyelmét, hogy ezeket a gombaszakértőket vegyék igénybe, mert nem könnyű a különböző gombafajokat megkülönböztetni egymástól, és több olyan gombafajunk is van, amihez nagyon hasonló a mérgező gomba, akár halálosan mérgező gomba is nagyon hasonlít arra a gombafajra, ami viszont ehető. Tehát aki nem 100%-ig gyakorlott és jártas a gombaszedésben, az mindenképpen forduljon gombaszakértőhöz, mielőtt saját maga vagy más által gyűjtött és ajándékba kapott gombát elfogyasztana. A gombamérgezések kapcsán ritkán halált okozó esetek is előfordulnak, de nagy többségében gyomorrontás és rosszul lét a jele annak, ha valaki evésre alkalmatlan gombát fogyasztott. Ha ilyet tapasztal, hívja a 112-t és kérjen segítséget. A szállodában nyaraló magyarok több mint fele ugyanannyi időt pihen idén, mint az elmúlt években. A válaszadók többsége elsősorban a hotel elhelyezkedése, ára, a szolgáltatások, a törzsvendég kedvezmények, az étterem minősége miatt választaná újra ugyanazt a szállodát, derül ki egy online kutatásból. A felmérés eredményéről kiadott közleményben ismertetik, a törzsvendégek többségének a szálloda kiválasztásánál a legfontosabb szempont az elhelyezkedés, hogy sétáló távolságban legyenek a látványosságok és a programok. A válaszadók kültéren legszívesebben strandolással, városnézéssel, kirándulással és tóparti pihenéssel töltik az időt, míg a hotelben a medence, a wellness, valamint a masszázs és a szauna a legvonzóbb program a kikapcsolódáshoz. A gyakori takarítás és a medencék állandó fertőtlenítése alapelvárás a visszatérő vendégek részére. Minden második megkérdezettnek a felhőtlen kikapcsolódáshoz kiemelten fontos a szállodai alkalmazottak vendégszeretete is, jegyezték meg. Egyre több az illegális határátkelő hazánkban. Az elmúlt hetekben 4 esetben indult büntető eljárás Tolna megyében embercsempészet miatt. Mivel a migránsok egyre agresszívabban próbálnak átkelni a határon, ezért a kormány augusztustól a rendőrséggel együttműködve határvadász egységeket állít fel. 4 embercsempészt és több mint 500 migránst fogtak el a rendőrei a Tolna megyei utakon az elmúlt másfél hétben. Komlósiné Kisanetta, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, most már nem csak a főbb útvonalakon próbálnak nyugatra jutni a menekültek. Nagydorog belterületén és Tolna-Mözsnél az 51-12-es úton is fogtak már el migránsokat az egyenruhások. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán 4 esetben indult büntető eljárás embercsempész és büntetelkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Kollégáim valamennyi embercsempészt őrizetbe vették, őket később a bíróság letartóztatta. Az illegális migránsokat pedig, mivel személyazonosságukat és magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudták, visszakísérték az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Ezek a felvételek Magyarország déli határánál készültek. A hírek szerint egyre több migráns próbál meg átjutni a magyar védelmi vonalon, és egyre agresszívebbek is. Orbán Viktor miniszterelnök Facebookon közzétett videójában elmondta, a szerb oldalon már halálos áldozattal járó fegyveres összecsapások is voltak. Ezt látva újabb határvédelmi intézkedést indított a kormány. Határvadász egységeket állítunk fel, amelyek az önök biztonságát őrzik majd, együttműködve a rendőrséggel. Első lépésben 2200 határvadászt képezünk ki, és állítunk szolgálatba. Számukat később 4000-re növeljük majd. Az erről szóló rendeletet a mai napon aláírtam. A határvadász egységek toborzása augusztus 1-én kezdődik, ide a 18 és 55 év közötti jó fizikai állóképességgel rendelkező emberek jelentkezhetnek. Regionális híreink következnek.
Tömegeket mozgatott meg a fény, százezren voltak kíváncsiak Pécs legnagyobb fesztiváljára. Nyersanyagok, szakemberek, infláció, ajánlások az építőipari szektorra az iparkamarától. Kiosztották a kék hullám zászló strandminősítéseket a Balatonon, idén 45 létesítmény jelentkezett a megmérettetésre. Óriási érdeklődés kísérte az ország első és egyetlen fényfesztiválját Pécsen. 100 000 látogatója volt a 4 napos esemény sorozatnak. Idén sem maradhatott el a nemzetközi fényfestő verseny sem. Itt spanyol győzelem született. Napközben pedig az utcai színház és cirkuszi produkciók arattak sikert a Baranyai megyeszékhelyen. Zsúfolt utcák a pécsi belvárosban, fényművészeti alkotások a falakon. Új helyszínként a kórháztéri Jakovali Hassan Jami szerepelt a fényfesztivál programjában. Itt a Kiégő Izzók vizuális csoport alapító tagjának, Zádor Tamásnak és társainak az alkotását láthatták, aki a fesztivál szakmai partnere is. Minőségi ugrás volt idén, vagy van idén, az eddigi legizgalmasabb fényútja program van. Nagyon-nagyon jó munkák vannak, Tundrától kezdve, Pattogáspár munkájáig, Limelightnak az Úrimurián keresztül, igazándiból elképesztően színvonalas és jó munkák lettek, és nagyon sok változás történt. Ugye minden évben fejlesztődik a fesztivál, aminek egy részébe belelátunk, egy részében annyira nem. De azt látom, hogy most valahogy így beért a fesztiválnak. Ez a fejlődés látszik a nézőszámban is. Nagyon sokan keresték fel Pécs legnagyobb esemény sorozatát július 7-e és 10-e között, mondja a város kulturális holdingjának ügyvezetője. Nagyon jók voltak a benyomások, kicsit az időjárással az elején voltak viszontagságok, de ennek ellenére azt gondolom, hogy az utóbbi évek legnagyobb látogatószámmal lezajlott fesztiválja volt, tehát közel 100 000 ember volt a 4 nap alatt. A legnépszerűbb idén is a nemzetközi fényfestőverseny volt. Ez idén át lett alakítva, hogy egy kicsit ezáltal is az emberek mozgását elősegítsük, tehát most ez egy félórás versenyprogram volt, 5 előadással, tehát itt több 10 000 ember volt, és a másik nagyon fontos programeleme az maga a fényútja volt, ez egy 20 állomásos helyszín volt. Itt olyan új helyszíneket tudtunk beépíteni, mint a Vásárcsarnok, a Jakovári Hassan Jami, a Szent Ferenc templom, és ezek is nagy népszerűségnek örventek. A legjobb munkákat láthatták a látogatók a Székesegyház falaira vetítve. A nemzetközi zsűri tagjainak döntése értelmében az első helyen a Los Romeras csapata végzett Spanyolországból. Ráadásul a közönségdíjat is ez az alkotócsoport nyerte el. Az ügyvezető azt mondja, a cirkusz és utcaszínházi programoknak szintén jó volt a fogadtatása, ezért ezeket megtartják a következő fesztiválok szervezésekor. Mit lehet tenni a hazai építőiparért, amely húzóágazat hazánkban? Erre keresnek választ a szektor szereplői a kormányzattal és a helyi iparkamarákkal összefogva. Pécset nemrég találkoztak a helyi iparkamarában a cégek képviselői, hogy ajánlásokat fogalmazzanak meg ebben a nehéz gazdasági helyzetben. Szó volt a nyersanyag árakról, a szakmai utánpótlás kérdéseiről. Hogyan tovább építőipar? Erre keresik a választ az ágazatban dolgozó cégek, a helyi iparkamarák a kormányzattal együtt, mondja a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Nemrég találkozót tartottak a szereplők Pécsen, hogy megfogalmazzák ajánlásaikat. Rabszabolcs azt mondja, nem szabad a nyersanyagár növekedést csak az ezt előállítókra hárítani. Mi azt javasoltuk, hogy ezt a terhet, ezt próbáljuk meg szétosztani a szereplők között. Ugyanis előbb-utóbb eljön az a költségszint, amit már nem fogunk tudni megfizetni. Sem a lakosság, sem az intézmények, sem a vállalkozások. És akkor nem fognak épülni magánberuházások, nem lesznek társasházak, nem épülnek családi házak, nem épülnek új csarnokok, nem lesznek új ipari parkok. És az egy nagyon komoly helyzet, ugyanis termelési tényezőket építeni kell.
és arra fognak jönni a befektetők, meg arra fognak majd a hazai tulajdonú vállalkozások, arra építik a növekedési potenciáljukat. A magyar építőipar jelentősen befolyásolja a hazai GDP alakulását, ezért kell olyan állami támogatórendszert kiépíteni a mostani nehéz időkben, ami nem hagyja magára ezt a szektort, mondja a Baranyai Iparkamra főtitkára. Fontos kérdés továbbra is a szakmunkások utánpótlása. Ebben segít egy új szerveződés Baranyában is. Szeptembertől a megyében rendelkezésre fog állni ez az ágazati képzőközpont az építőipar számára, ahol a cégek összefogva fogják a fiatalokat fogadni, és fogják a legmodernebb, legújabb technológiákkal megtanítani az építőipar minden egyes ágazatára, szakmájára. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy a kiútnak ez egy nagyon fontos része. Az ágazati képzőközpontok kialakítására több mint 3 milliárd forint támogatás jut országosan, ezt már korábban bejelentették a szakminisztériumban. Jelenleg a statisztikák alapján Németországban, Ausztriában a fiatalok több mint 60%-a szerez szakmai végzettséget, Lengyelországban ez az arány 51%-os. Magyarországon azonban csak a fiatalok 29-30%-a választja a szakképzést, így ezen mindenképpen növelni kell a gazdaság erősítése érdekében a szakember szerint. Tisztaság, érték megőrző, bicikli, tároló, akadálymentesítés, zöld terület aránya. Csak néhány szempont, amit figyelembe vesznek egy strand választásakor a fürdőzők. Nem csak ők, de a strand minősítők is értékelték a balatoni létesítményeket. A Balatoni Szövetség idén immár 19. alkalommal hirdette meg a kék hullám zászló strand minősítést. A felhívásra 45 balatoni strand jelentkezett. A zászló is jelzi az 5 csillagos minősítést a Fonyódi Panoráma strand bejáratánál. Az üzemeltetők figyelnek arra, hogy minden korosztály számára kedvezzenek a strandi szolgáltatásokkal. Azt szerintem konkrétan nagyon jó, hogy itt van ez a kis park, itt tudunk játszani. Barátommal már rá is ültünk, és itt játszottunk is. A Fonyódi Béla telepi strand 4, a Panoráma strand 5 csillagos minősítést kapott idén. A létesítményeket a Kisfaludi strandfejlesztési programnak köszönhetően idén is tovább korszerűsítették. Ezen a strandon, a Panoráma strandon környezetrendezést végeztünk, egy kis fásítást végeztünk, és térkőburkolattal újítottuk meg a strandot. Ezen kívül értékmegőrzőket létesítettünk, mert úgy láttuk a nyaraló tulajdonosoktól, hogy erre van igény, valamint az akadálymentesítésnek feleltünk meg, kialakítottunk olyan rámpát, ahol akadálymentesítettük a Balatonba való bejutás lehetőségét, valamint 2 kerekesszéket is vásároltunk. Ez már Balatonszárszó. A szelesebb, hűvösebb idő ellenére is sokan a fürdőzést választották itt. A kisgyermekesek is szívesen keresik fel ezt a strandot. Családban lehet legyen nekünk, mondjuk fontos a kisgyerek miatt a megfelelő játék lehetőség, homokozó. Azért jöttünk a déli partra, mert hogy itt csekélyebb a víz. A Balatonszárszói központi strand 3. alkalommal kapta meg az 5 csillagos minősítést. Nagyon-nagyon jó adottságokkal rendelkezik ez a központi strand. Nagyon sok fánk van, tehát igen nagy az árnyékos terület, és az elmúlt évben pedig ilyen családi pihenőket is kialakítottunk. A Kisfaludi programból itt is fejlesztették és bővítették a szolgáltatásokat. Ezúttal a kerékpárosoknak kedveztünk, bővítettük a kerékpáros tárolót, egy okos pad lett kihelyezve ebben az évben a vendégeknek, illetőleg a központi strand bejárata, az egész bejárata újult meg, ezzel pedig a mozgáskorlátozottaknak a közlekedését könnyítettük meg. A Balatoni Szövetség 19. alkalommal hirdette meg a kék hullámzászló strand minősítést. A felhívásra 45 strand üzemeltetője jelentkezett. A legmagasabb pontszámot a Vonyarcvashegyi Lidó strand kapta. A legjobbaknak járó 5 csillagos kék hullámzászlót 28 létesítmény nyert el. A minősítés során a bizottság vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét, de értékelték a környezet állapotát, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát, a sportolási lehetőségeket és a gyerekbarát szempontokat is. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Szavazatszámlálókat várnak, 280 ezer forintot is keresett egy-egy munkavállaló egy hónap alatt. Ott segítenek, ahol csak tudnak, egyre többen csatlakoznak a Karöltve Szekszárdért csoporthoz.
tábor a kulturális központ szervezésében. 5 napon át várják a kalandos programok a gyerekeket. Határvadászokat toboroznak augusztustól, a közeljövőben megemelkedett az illegális migránsok száma. Szerdán túlnyomó részt derült égbolt, szikrázó napsütés alakul ki, a déli kora délutáni időszakban erős UV-sugárzással kell számolni, mérsékeltebb marad a légmozgás. Erőteljes melegedés kezdődik, az ország túlnyomó részén már 30 fok köré vagy fölé emelkedik délutánra a hőmérséklet. Éjszaka szélcsendes, változóan csillagfényes, mérsékelten felhős, nyugodt idő várható. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!